Köszöntöm itt a Veszély megyék kereskedelmi és iparkamaránál Csikán Attila professzor urat. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, bár igazából előadásra jött ide, úgyhogy mi csak a gőzszorét tartjuk a kenyerünket, ahogy a régi mesében ezt mondják. Csapjuk is a közepébe, mi ugye Ajkáról jöttünk, és hát Ajkán nagyon sok autóipari beszállító üzemgyár működik, általában nemzetközi konzorciumok, nagyon hangsúlyosak a helyi gazdaságban is, az önkormányzat támogatásában. Milyen kilátásaik vannak a mai konjunkturális helyzetben ezeknek a cégeknek? Hát ugye az autóipar az megszembedi azokat a világméretű hiányokat, amelyek különböző területen előálltak. És hát uh, tulajdonképpen elsősorban az elektronikus berendezéseknek a, a, az ellátási láncai azok szenvedtek uh, sérülést. Egy csiphiány volt egy időben? Hát egy csiphiány, igen, elsősorban arról van szó, de ez nagyon hamar fel fog épülni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez nem veszélyezteti hosszabb távon a, a helyi gazdaságot. Említettem az imént, hogy ezeknek a cégeknek a többsége e, internacionális, tehát nagy e, vállalat, tehát nemzetközi tulajdonban van. E, cél lehet-e az, hogy mondjuk a szlogen nálunk a magyar e, tulajdon bővítése, nemzeti tőkés réteg megteremtése, hogy ilyen vállalatoknál e, valamit keressenek, tehát esetleg tulajdon szerezzenek? Az autóipari ellátási láncok éppen azok közé tartoznak, amiben viszonylag sokan magyar. Beszállító. Tehát a magyar gazdaság egészét nézzük. És elég sok sikeres kisközepes vállalat fejlődött fel ezen a vonalon, ami azt jelenti, hogy van esély arra, hogy valaki magyar vállalkozóként ezen a pályán boldoguljon. Az, hogy most az erőltessük, hogy, hogy magyar tulajdonban vegyünk nemzetközi kisközepes vállalatokat, azt nem tartom kifejezetten üdvösnek. Ezeknek a vállalatoknak a természete nem olyan, hogy azt egy ilyen központi elgondolás alapján lehetne irányítgatni, mármint a viszonyaikat. Ha van felvásárló, akkor természetesen annak, annak lehet örülni. Egy másik terület, ugyebár manapság divatos a kínai gazdaságot emlegetni mindenféle vonatkozásban. Kínának természetesen megvannak a maga céljai Közép-Európában, Nyugat-Európán, sőt az egész világon, és erre igen érdekes módszereket használni. Ha tehát hosszú távon gondolkodnak, ebben is megnyilvánul a kínai mentalitás, vagy kínai gondolkodás. Most Magyarországon sok vitát vált ki, hogy egyáltalán hogyan viszonyuljunk a kínai Tőkéhez, vagy a kínai tudáshoz adott esetben? Tehát mennyire, hogy mondjam, komilfó most a kínai kapcsolatok erősítése? Ugye ajkának is vannak kínai kapcsolatai, akár élhetne is ez a lehetőséggel. Hát a, a kínai gazdaságnak a, a működése és a jövője az egy nagy kérdőjel az egész világ számára. Egy dolog biztos, hogy rendkívül tőkerős. És hogy az is igaz, hogy politikailag eltökélt arra, hogy kiterjessze befolyását az egész világon. Hát ugye ezzel beleesik Magyarország is. Én nem hiszem, hogy Magyarország különösebben kiemelt szerepet játszana a kínai beruházásoknak a, a, az irányát illetőleg, de hát azért, miután olyan nagy az az ország is, meg olyan kicsik vagyunk, a kevés is sok lehet a a mi számunkra. Tehát én azt gondolom, hogy kínával és a kínai gazdasággal nekünk igenis van dolgunk és lesz is dolgunk, de nem kell azt gondolni, hogy ez valami csoda segíteni fogja a magyar gazdaságnak a fejlődését. Tehát megfontoltan, de szabad, és lehet, sőt ajánlatos kínai kapcsolatokat építeni. Hát ugye kereskedelmi kapcsolatokról van szó, ha kereskedelmi kapcsolatokról van szó, abban az esetben az üzletéletnek a, a jól bevált szabályai megvannak arra nézve, hogy mikor érdemes üzletet csinálni, meg mikor nem. Az egy másik kérdés, hogyha az állam csinál valamilyen üzletet a kínai félel, akkor az egy más megítélés alá esik a, ebben a gondolatmenetben, hiszen akkor valószínűleg éppen nem a közvetlen üzleti haszon, hanem valami más megfontolás lehet e az üzlet mögött, de hát ezt meg nem tudjuk itt most kitárgyalni semmiképpen. Igen. Most kínai termelő üzemek ö, létesítéséről van-e tudomás mondjuk Magyarországon? Mert itt ugye a kereskedelme hangsúlyos az előbbiek alapján. Hát elsősorban, a, igen, a kereskedelmi kapcsolatok a, a, az erősek. Én most így kapásból nem tudok önnek mondani ilyen kínai. Na csak azért üzemet. kérdeztem, hogy ö, Ajkán fölmerült talán két éve ezelőtt, hogy egy, egy gyár, egy okosóra gyár létesül. Na most nem ilyen okosóra, mint ez, hanem elektromos mérőeszközszerűség lenne. Ezek a tárgyások tudomásom szerint megakadtak. De hát úgy, ezek szerint Magyarországon nem is igen jellemző, hogy kínai termelőzenek jönnének létre. Hát nem jellemző akkor ennyiben maradnak jó. Ugorjunk egy picit a hazai gazdaság másik területére, amit most túlfűtöttnek, minősítenek a közgazdászok. Ez milyen veszélyekkel jár? Mert ugye az ellenzék mondjuk megvádolja a kormányt azzal, hogy hiába túlfűtött a gazdaság, még erre rá akar tenni egy lapáttal, és ennek baj lehet a vége. Tehát infláció, hiány, és a többi. Mennyire látja ezt reális veszélynek? Hát ugye a magyar gazdaság egy olyan pályán volt már a, a a vírusválság előtt, amelyik lényegében a túlfűtöttség jeleit mutatta, és hát mi közgazdászok már sokkal korábban is mondogattuk, hogy ennek probléma lehet a vége, és hogy válság következik be, azt természetesen senki nem tudta, hogy ez most egy vírusválságból fog eredni, tehát hogy egy nem gazdasági jogból indul el ez a válság, hát ez megtörtént, és hát ez nyilván eltéríti azokat a kicsit azokat a szabályokat a az érvényesüléstől, amelyeket egyébként gondolnánk. Gondolok itt például a a költségvetési hiánynak, egyáltalán a költségvetési politikának a mikéntjére. És hát nem véletlen az, hogy, hogy most merült fel az a kérdés, hogy a költségvetés és a monetáris politika hogy tudja segíteni egymást. Tehát az a körülmény, hogy a Nemzeti Bank ugye az elmúlt, majdnem azt mondom évtizedben, de majdnem legalább annyi idő alatt, ugye végig támogatta ezt a a növekedési, erős növekedési vagy túl erős növekedési politikát, ugye, és hát ennek, ennek hogy is mondjam, voltak pozitív hatásai, meg negatív, volt pozitív hatása a növekedésben, volt negatív hatása mondjuk a forint árfolyamának a, az alakulását illetően, de ezt valószínűleg nem igen lehet most már tovább csinálni. És hát ennél aztán most kialakul egy vita ugye felől, hogy, 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 hogy hogyan lehet visszafogni, ha úgy tetszik a, a mert hiszen az infláció mértéke most Magyarországon egy európai összehasonlításra is igen magas. Most egészen friss hír, hogy a kormány újabb hitel csomagot vett föl, nem is kicsi, ha jól emlékszem, 1600 milliárd forintnyi összegről van szó körülbelül. Ez az előbbi kérdés vonatkozásában milyen veszélyeket rejteget? Hát ugye a hitel az alapjában véve az nem rossz, tehát a hitel az a gazdaságnak, a, gazdaságnak a támogatását Széchenyi szolgálhatja. Így van, odáig vissza lehet menni. A kérdés az, hogy, hogy mire költjük azt a pénzt, amit hitelként fölvettünk, és miből szeretnénk visszafizetni. Na ebből a szempontból tekintettel arra itt egy hosszú távú hitelfelvételről van szó. Itt a gazdaságnak a távolabbi jövője igazán az, amelyik erre válaszol Én nem vagyok nagyon optimista ebből a szempontból. Félek tőle, hogy azok a, a, a körülmények, amelyek eddig is hátráltatták a magyar gazdaság felzárkodását, és itt elsősorban a termelékenységre gondolok, ezek problémát fognak jelenteni a, a jövőre nézve is. A, ahhoz, hogy ez a hitel érvényesüljön, pozitívan érvényesüljön, ahhoz olyan célokra kellene költeni, amelyekről már nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időben is, de nem kaptak elegendően nagy hangsúlyt. Gondolok itt az innovációra, a digitalizációba, és azokra a korszerűsítési programokra, amelyek hát... Valóban a, kitermelik a, valóban kitermelik a, a hitelnek. Így van. Így van. És akkor el lehetne mondani egy csomó mindent, amire nem kellene költeni ezt most talán ne is kezdjük el felsorolni. Még egy záró kérdésem lenne, hogy milyen üzenettel érkezett ide Veszprémben, ha szabad kérdezni előadás előtt, ha megkérdezhetem, hogy mi az, amit ki fog emelni ebben a... Hát tulajdonképpen nagyon nagy merészség lenne tanácsokat adni, a vállalkozóknak arra nézve, hogy mit kellene csinálni. Annyit mégis megengedek magamnak, meg hát ugye a közgazdasági ismereteknek, hogy azt mondjam, hogy ebben a helyzetben, amikor rendkívüli bizonytalanság veszi körül a, a gazdaságot, magában a gazdaságban is, meg a környező politikai-társadalmi viszonyokat, illetve is, akkor csak a nagyon óvatos előrehaladásnak a, a, a politikáját tudjuk tudom ajánlani. Másik kérdés az, hogy természetesen éppen a pandémia alatt ugye kiderült az, hogy ágazatonként például milyen nagyok a, a különbségek a lehetőségeket illetően, de azért összességében azt hiszem, hogy, hogy ez, a, ez az óvatosság az, amit lehet ajánlani a közeli jövőre nézve.